Hát üdvözlőnek benneteket! Folytassuk akkor a Henkel H111P4-es megépítését a negyedik epizóddal, így stílusosan, és a 64-es képnél tartunk. A 64-es képhez szükségünk lesz kettő darab 2x10-es vastagra, feketére, kell egy 1x10-es, egy darab vékony 2x10-es, igen. Azt mondja, hogy kell nekünk 1x6-os világos zöldből kettő darab, kell 1x3-as világos zöld vastagból szintén kettő darab, igen. És kell sötét zöld 1x3-asból is vastagból kettő darab. Jó, ez a kettő kell nekünk egyelőre. Na most, akkor a gépet így kell beállítanunk, ezt a vékony 2x10-est ezt be kell tennünk ide, teljesen a végéig, és be kell pattintanunk. Nagyon jó, amikor ezzel megvagyunk, akkor elkezdjük építeni úgy az egész mindenséget, hogy... Én a végéről kezdem az építkezést, ide fogok tenni ide egy 1x3-as világosabbik zöldet, egy 1x6-ost mögé rögtön, és ide fogok tenni erre a részre egy sötét zöldet. Jó, a másik oldalt azt a sötét zölddel kezdjük el hátulról, 1x3-as sötét zöld, 1x6-os világosabbik zöld, ez a középzöld, és 1x3-os ebből, és utána pedig föl kell tennünk ide, mentre a 2x10-est egészen a legvégére, ahogy én ezt látom, rá kell pattintsuk, és ettől még inkább merevebbé válik majd a géptörzsünk, úgyhogy ezt ide föl kell tegyük a helyére. Elég erőteljesen meg kell nyomkodni, és azért egy masszív valami lett így, srácok, ezt lehet látni. Van súlya is egyébként a dolognak. Na, jó, jön a 65-ös kép, a 65-ös képhez szükségeltetik nekünk egy 4x8-as fekete lapos, szükségeltetik egy 2x4-es világosabb zöld, és kell nekünk egy 2x2-es világosabb zöld, ebből kettő kell pontosabban, nem egy, hanem kettő kell a 2x2-esből, és fog kell lenni, és azzal el is fogy majd az acskónk. Ugye van egy ilyen elem, ez egy sötét zöld, 1x3-as alapon egy ilyen íves, és egy ilyen világosabb zöld, és 1x3-as alapon van ez is. Jó. A következő a megoldás, az egészet úgy kell föltennünk, hogy a legelejére kerüljön föl ez a 4x8-as, ezzel megint még inkább összefogatja velünk az egész mindenséget. Ezt jó erőteljesen össze kell nyomkodni, mert nehezen pattan a helyére. Igen, és van némi nyílás nálam is még, úgyhogy ezt jó erősen meg kell nyomkodnom. Meg kell nézni mindkét oldalról, hogy fölpattant-e teljesen a helyére. Jó, amikor ez megvan, akkor a legelejére föl kell tenni a 2x4-est, így ide, ide, és föl kell mögé tenni középre a 2x2-est egyet, és rá a másikat, így ide, és akkor ez így néz ki itt, ez a belső rész. Utána pedig a sötét zöld, ugye van a sötét zöld motor, azt ide kell tennünk, de úgy, hogy azt mondja, hogy, aha, most én is már rosszul is tettem föl a helyére kapásból, és most ezt ki kell pattintani a helyéről. Így jó. Tehát úgy kell föltenni az egészet, hogy itt maradjon mögötte egy, tehát a legelejéhez kell tenni, így. Így kell föltenni ezt, és a másik, a világosabbik zöld szintén a másik oldalra. Így föl kell majd tenni, és ennek ennyi a dolog lényege. Jó, lapozzunk, jelen pillanatban ugye itt tartunk a géppel, pont most tartunk a füzet közepén egyébként, srácok, most itt vannak éppen a
a kapcsok, a tűzőgép kapcsok a füzet közepén, és ugye itt tartunk a géppel, és most fog jönni az ötödik zacsinak a felbontása. Jelen pillanatban a gép így néz ki. Szerintem, hogy én nézem, teljesen megegyezünk a rajzzal, úgyhogy ezt most félre tudom, és elő fogjuk venni az ötös számú zacskót. Az ötös számú zacskót pedig fölvágjuk, és akkor haladunk tovább. Így. Kijöntjük az ötös számú zacskót, szerintem egy, hát mindösszesen három zacsit találtam az ötös zacskóban. Jó, akkor ezt öntsük szét, ezt így egyszerűbb lesz szétszortírozni. Bevett, ugye. Azért a két fülkén, az különösen a két fülke cuccos, így, meg szerintem ezeket a szárny dolgok, ez külön akkor ennyi, hogy legalább ez ne legyen egy helyen, jó? Így jó, ez megvan. És ezt berakom ide, meg ide. Jó, jöhet a következő zacskónak a bontása. Így. Hoppá, itt volt benne egy ilyen kis darab, pár ilyen érdekesség. Át is teszem, mi jött még. Maradt pár darab, azt ugye át teszem oda. Jó. Jó, szuper. És akkor van még egy kisebb zacskónk, amit szintén föl kell vágjunk. Jó, ezt pedig ide fogom szórni. És ez is teljesen föl lett bontva. Nem maradt semmi, de ne magunk mellé rakjuk. Félretoljuk. Na, miután ezzel meg vagyunk ilyen szépen, az ötös zacsiból elő kell nekünk venni a 66-os kép tanulsága szerint. Egészen pontosan azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egyszer hetes sötét zöldből egyet, egyszer hetes világos zöld, világosabb zöldből egyet. Elő kell venni ebből a sima zöldből ugye egy 2x4-est. A következő a megoldás, megfogjuk ezt a 2x4-est, a 2x4-esnek a bal oldalára fölillesztjük, teljesen a végéhez ezt a 1x7-est, a másik oldalára pedig felillesztjük a sötétebbik zöldet, és akkor egy ilyen valamit kapunk. Nagyon jó, 67-es kép fog jönni, a 67-es képhez kell nekünk, azt mondja, mindjárt mutatom, hogy milyen kis elemekre lesz szükségünk. Igen. Aha. Ilyen fajta elemre lesz szükség, ilyen zöld, és így néz ki, ebből kettő kell majd. Megkeresem a másodikat, és akkor megvagyunk. Igen, 1-2. Megvan, és kelleni fog egy 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Egy... Hát ez a sötétebbik zöld elem kell nekünk. Sötétebbik zöldből kell ilyen lapos 2x10-es. Jó. Na most. Ezek után... Azt mondja, hogy... Várjunk, ez hogy van. Azt mondja, hogy az ott van mellette. Ja, és azt csak simán oda kell tenni. Aha, jó, oké, tehát ezt simán csak így le kell tenni, és erre pedig rá kell nekünk tenni ide, a legvégére, ezt a valamit, és akkor gyakorlatilag, amikor leteszitek így egymás mellé, ez egy magasságú lesz, látjátok, ezt kérte tőlünk. Jó, most fog kérni tőlünk azt, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sötét zöld, 1x7-esből kettő darabnak lennie kell, ez szerint a valami szerint, és van is kettő darab, igen, és kell lenni egy 1-2-3-4-5-6-7-8, 2x8-as sötét zöldnek. Na most, amikor ezzel megvagyunk, akkor ezeket kivettük, ezt rápattintjuk ide, és összekötjük vele ezt az alkalmatosságot, mindjárt megmutatom, hogy hogyan.
így, és ezt meg így ide. Tehát ezt fogjátok, és ugye ez ide ráraktuk a két darab egyszer hetest, és ezzel ezt hozzákötöttük, ide pakoltuk. Nagyon jó. És mögé föl kell tenni a 2x8-ast, így rögtön, és persze természetesen ki fog lógni, de ez a képen is jól látszik, hogy kilóg. Jó? Na, lapozzunk tovább. Oké. A következő kép ott a 69-es lesz, és kell nekünk megint, azt mondja, hogy egy darab sötét zöld, 2x8-as lapos, igen, kell szürkéből 2x10-es, ebből kettő kell, egy, és kettő, meg vagyunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, egy darab kell 1x8-as szürkéből, ez annyi, laposból, ilyen, ebből egy darab kell, és kell egy darab normál zöldből, ez a 1x2-es ilyen lapos valami. Na, ezek után, mikor ez itt megvan, ez az elemünk így megvan, a sötét zöldet föl kell tenni rá a lapos 2x8-ast, úgyhogy egy kimaradjon elől egy foknyi, és akkor ez így legyen fönt, tehát itt maradjon egy ilyen. Amikor ez megvan, fölé föl kell tenni ide, pontosan középre az 1x8-ast, mögé kell tenni a 2x10-est, mögé kell tenni a 2x10-est, és legvégén le kell zárni az 1x2-es világosabbik zölddel, így. Így fog kinézni az egész. Jó. Megvolnánk. Na most, kell nekünk egy vastag fekete 2x10-es, egy darab. Kell egy világosabbik zöld 2x8-as lapos, és kell nekünk egy 2x2-es lapos zöld. Jó. Most a következő a megoldás, ezt fogjátok, és a 2x2-est azt ide kell tenni az egésznek ide elé, tehát ennek így elé kell tenni, ide elé teszitek le, ide rakjuk, így. Arra rátesszük a feketét, így. És amikor ez a fekete rajta van, akkor a következőt, ezzel a 2x8-as zöldre összekapcsoljuk őket. Tehát így fog kinézni ez az egész, mikor elkészül. Látjátok? Így. Nagyon jó. Oksi. Na, ez megvan. Haladjunk tovább, ez volt a 70-es kép. 71-es képen kell nekünk 4 darab ilyen elem. Jó? 1, 2, 3 és 4 darab. Kell 1 darab 2x2-es zöld, a normál zöld, nem a sötétebb fajta, és kell nekünk egy sötétebb 2x10-es elem, az pedig itt van, lapos szintén. Na, amikor ezzel megvolnánk, akkor ugye jól látható, hogy ezt az elemet, ez fogja, és ide felrakja a legvégére, így ide fölteszi, utána fölteszi mögé a 2x2-es világosabbik zöldet, és mögé fogja rakni a feketéket. Egyet és kettőt. Így. A másikat, az pedig az ellenkező oldalra föl kell tenni. Így. Hát, az azt mondja, hogy... Igen. Aha, jó, rosszul tettem föl. Ezt arrébb kell tenni egyel. Tehát egyes luknak maradni kell a kettő közt. Mindjárt vesszük. Igen, közben figyeltem a rajzot. Tehát itt a kettő közt hagyni kell egy lukat, mert itt csak egynek egy maradhat mögötte. Egy kicsit iszok.
Jó. Most jönnek olyan dolgok, hogy ilyen 2x4-es normál zöld labból kell kettő nekünk. 1 és 2. Igen, kell 2x3-as kell a normál zöldből, így, egy darab, és kell a sötét zöldből is egy darabnak lenni ilyennek. Így van, meg is van. Tehát egy ugyanilyen, ez a 2x3-as. Jó. Amikor ezzel megvagytok, a 2x4-est, így, a 2x4-es az ide fölpattintjátok. Az egyiket az egyik oldalra, a másikat pedig a másik oldalra. Tökéletes. Oké, ezzel megvolnánk. Utána a normál zöldet azt ide, erre az oldalra, tehát nekem a bal kezemhez, nektek is, és ide meg a jobb kézhez a sötétebbik zöldet. És ezzel a 72-es képpel el is készültünk, lapozhatunk tovább. Oké. Nagyon jó. Akkor utána nekünk szükségünk lesz két darab 2x4-es sima zöldre. Egy. Kettő. És szükségünk lesz egy 2x8-as sötét zöldre. Jó. A következő, a 2x8-as sötét zöldre azt ide kell betenni, így ide. A legvégéhez passzítva. Így van. Mögé kell tennünk, és akkor teljesen pont a feketéig fog érni a 2x4-es világosabb zöldet. Igen. És ide azt mondja, hogy igen. Tehát nem figyelve, nem ide föl, hanem ide le, ide kell tenni a 2x4-est, a következőt így. Ide raktam föl. Jó. Meg vagyunk. Oké. Na, most kell nekünk egy úgynevezett A-panel. Az A-panelből mégpedig egy darab. Az A-panel az még mindig a szokásos 1x2-es, de itt ugye le tudjátok ellenőrizni. Egy az egyben ilyen kell hozzá, ebből egy darab kell. Kell nekünk egy döntött zöld rész, ami mégpedig így néz ki, és 2x4-es alapon nyugszik, jó? Kell egy ilyen, és kell nekünk ezen felül még egy 1x2-es sima lapos, nem sima, hanem egy lapos 1x2-es elem. Jó. Itt vagyunk. Az 1x2-est, ezt a fajtát, ezt ide rakjuk, így, mögé rakjuk ezt a 2x4-es alapú döntöttet, és ezzel össze is kötöttük a kettőt, és kiszerettem, hogy egy kicsit a nyomni mondhatnánk, és utána föltesszük még rá ezt az 1x2-es, és akkor ez így fog kinézni, jó? Oké, meg vagyunk. Mutatjuk, hogy fordítsuk meg, amit meg is teszünk. És most fog kellene nekünk ilyen fajta elemből, 2x2-esből 5 darab. 1, 2, 3, 4 és 5 darab. 1x2-esből, ugyanilyenből, de 1x2-es, ilyen, ebből kell 3. 1, 2, 3, 2 és 3, ez is megvan. Jó. És kell nekünk még egy darab, egyetlen egy darab, 1x2-es ilyen lapos. Nagyon jó. Akkor ezt a következő képen tudjuk elkezdeni. Elkezdjük a 2x2-est, felrakjuk az elsőt azt ide, és egy kimaradt itt. Akkor felrakjuk a következő 2x2-est ide, így. Felrakjuk a következő 2x2-est ide, és ha látjátok, mindenhol egy-egy-egy maradt ki, és a maradék két darab 2x2-est azt ide felrakjuk erre a részre. 1 és 2 megvolnánk. A legutolsó 2x2-esre, ide a végére, már föl is tapasztjuk ezt az 1x2-es simát, amit raktunk. És most kezdjük a pici elemekkel. A kimaradt helyekre fogjuk betenni az 1x2-es furbütyköket. És akkor mindjárt látni fogjátok az eredményt, hogy végig az egész farka ilyen a gépnek, ez a hátsó része a gépnek egyébként.
Ez azért van, hogy föl tudjuk tenni a farok részt is a gépre tökéletesen. Úgyhogy a üres részeket kitöltjük az 1x2-essel, és akkor egy ilyet fogtok kapni. Így. Így. Na. Jó, megvan. Itt mutatja, hogy figyelj, hogy A meg B van. Őnek az A az csak annyiban másabb. A B elem az egyik döntött, a másik kevésbé az. Hát most nem tudom, hogy megtaláljuk ezt, de szerintem itt nem lesz ilyesmi. Tehát kell nekünk egy darab olyan, ami van egy luk. És ez 2x3-as alapú. És 1, 2, 3 ugyanolyan döntöttségi fokút kell keresnünk, és kell keresnünk egy úgynevezett farokfutót, ami ugye így néz ki, meg vagyunk. Na most, kezdjük akkor az egész megépítését. Az első az sima lesz, a leghátsó az sima. Ide egy sima jön. A sima után fog jönni az, amin van egy furt luk, az ide fog jönni. A következő az ide fog jönni, ez már megint sima lesz, és a legutolsó simát pedig így ide fel fogjuk tenni. Amikor ezzel megvolnánk, a farokfutót szépen beleszúrjuk a lukba, óvatosan, és ezzel kész is van a farokfutó, a helyére került. Nagyon jó. Haladjunk tovább, megint megfordítjuk az egészet, elő fogunk keríteni ilyen sötét zöldből, ebből a fajta farok vezérsi tartóból 2 darabot, 1 és 2 sötét zöld, és ebből kell nekünk még egy világos zöld, amit meg is találtam, kell egy világos zöld. Az egészet úgy fogjuk kezdeni, hogy sötét zölddel kezdjük innen belülről, ez egy sötét zöld lesz, aztán még egy sötét zöld, és a legvégére a farkának föl fog kerülni egy világos zöld, és akkor itt is volnánk, ez így néz ki. Ez volt a 77-es kép. A 78-as képen mindössze elő kell nekünk varázsolni 2 darab ilyen szárnyelemet, és ami től biztosak lehetünk, a bal oldalra fog jönni az, aminek a külső része az így néz ki, és ezt csak simán rá kell pattintsuk ide, így meg vagyunk. A másik oldal pedig itt arról is megjelent, hogy csak ennyi világos zöld van benne, ezt pedig így rá kell tennünk ide, és amikor ezzel meg vagyunk, akkor itt azt látjuk, hogy hát egy ilyen rombusszerű lett, és akkor itt meg egy ilyen fajta. Nagyon jó. Oké, amikor ezzel meg vagyunk, igen, akkor elő kell kerítenünk egy 3x4-es ilyet, meg kell fognunk magát a gépnek a testét, és a gépnek a testéthez hozzá kell illesszük ezt a valamit. Egyszerű, mert nem fog tudni bejebb csúszni, ez pontosan idáig fog érni. Idáig fog érni, így itt fölütközik, és ezt fogni kell, és ezt ide kell tennetek, így rá kell fogatni a gépre. Hát ebből is látszik, hogy ez a gép az én kezemhez képest, most oda teszem a kezemet, nézzétek meg, ekkora gép lesz. Tehát ez nem kicsi ez a gép. Jó? És ugye az egészet úgy oldja meg a dolgot, hogy ezzel a lemezzel, ezzel a 3x4-es lemezzel ezt itt lezárja, és ráerősít. Tehát nagyon komoly méretű gépről beszélünk, jó? Hát azért ez egy közepes bombázó volt, tehát ezt lássuk be, hogy ez nem kicsi repülőgép volt, ez közepes bombázó volt. Ez tényleg, hogyha az ember látja, akkor egy nem kicsi masina volt. Jó. Menjünk tovább, lapozzuk a füzetünket. Ugye most meg volt az összeillesztésünk. Nagyon-nagyon jó. És akkor... Aha. Értem. Jó. Na most. Most egy érdekes dolog fog következni. A 80-as képen kell nekünk ilyen fajta elem. Egy másik sötét zöld, a másik párja az 2-szer. És kell nekünk, megmondom micsoda, ilyen, amit én zsalukőnek hívok, ez zöld, sima zöld színűből kell 6 darab. 1, 2, 3,
4, 5 és 6. Jó. Oké. Na most. A következő fog történni. A géptörzsünk így van, és a géptörzsünkre ezt a valamit úgy rátesszük, hogy ide kerül a sötét zöld, rápattintjuk, de így, majd az oldalára később valami fog kerülni még, és a másik, a világos zöld meg a másik oldalra fogom rápattintani. Ezt ide föltettük, de ugye oldalt még üres, mindkét oldalt, nagyon jó. Utána van az, hogy itt van egy közvetlenül utána rögtön ide fölteszünk egy zsalukövet, így. Utána kimaradt kettő, egy-kettő kimaradt, fölteszünk két darabot ebből a zsalukőnek hívott, általában zsalukőnek hívott dologból. Igen, nagyon jó, ez megvan. Aztán megint kimaradt kettő, és ide megint fölteszünk kettőt belőle. És a leges legvégén megint ki fog maradni kettő, és rögtön emögé fogunk tenni föl még egyet ide. Tehát ezt így raktuk föl, hogy egy, kettő kimarad, bocsánat, ez nem csak helyén, kettő kimarad, kettő zsalukő, kettő kimarad, kettő, kettő kimarad, és megint egy. Ez a megoldás a 80-as kép szerint, és most fog jönni a 81-es kép, ami igen érdekes problémát fog felvetni. Azt mondja, hogy jön egy ilyen, ahhoz a képhez, igen, jönni fog, azt mondja, hogy a világosabbik zöld géptörzsből 4 darab. 1, 2, 3 és 4 darab. A sötétebbik zöld géptörzsből, ebből a fajtából jön 1 és 2 darab, ezzel tökéletesen meg vagyunk. Na most, érkezik hozzánk egy pilóta sapka, érkezik hozzánk egy pilóta fej, aki eléggé gonosz, így, érkezik hozzánk egy ilyen, ilyen elem, így, így, hogy lássátok, nem tudom, hogy megcsillanjon a fénybe, hát, miért csillag már meg, így, így néz ki, jó, így, oké, és érkezik egy ilyen, elnézést, egy fekete lapka is. Na most, kezdjük el először a géptörzs építését, fordítsuk szembe magunkkal, szembefordítottuk, és utána szembefordítottuk, ide legelőször hátra, ide nekünk kell egy sötét zöldet betenni. Tehát ide lekerült egy sötét zöld erre a részre. Azzal szemben egy világos zöld kell. Nagyon jó. Most jön két világos zöld. Ezt nagyon frankon rá kell pattingatni a helyére. És megint jön még egy világos zöld. Igen. A másik oldalra jön, ugye itt most volt egy sötét, egy világos, két világos, a másik sötét zöld az most ide fog jönni erre az oldalra, jó? Mert úgy mutatja a kép. Már be tudom pattintani, de előbb-utóbb sikerül. Először fönt kell, és utána alul be fog pattani ígyni. Nagyon jó. És utána jön egy világos zöld erre az oldalra, jó? Ide először a fönt itt pattantjátok be a helyére. Ha fönn benn van, akkor a lentre is bele pattintani, és meg kell nyomkodni erőteljesen. Nagyon jó. Hát már most eléggé komoly repülőgépnek nézünk elébe. Jó. Azt mondja, hogy jön még egy dolog, mielőtt a konklúziót leszűrnénk.
fogjuk a farkincát, és a szokásos módon bele kell tolni ide ebbe a valamibe, vájadba. Amikor benne van, akkor amikor teljesen végig csúszik rajta, akkor a helyén fog lenni. Az egész helyére is érkezett kompletten. Na most! Az elején ugye itt van elől egy lövész vagy bombairányzós fickó a gépnek a legelején, és itt tehetitek azt, hogy felraktok egy ilyen fekete valamit, és akkor senki nem ül itt. Vagy meg tudjuk tenni azt, hogy fogjuk ezt a kis feketét, teszünk rá egy emberi fejet, mint hogyha ott ülne bent egy kis ülésben valaki. És a kis ülésben lévő fickóra teszünk egy pilóta sapkát is, mert ő nagyon gonosz, és ő itt van most már ilyen gonosz. Itt van. Egy gonosz törpe, ő lebombáz mindenkit, és őt be tudjuk tenni úgy ide, hogy ő lesz csak a test nélküli fej, az örök bombázó tiszt, és ide került. És akkor nem a fekete fog menni ide végig, tehát nem egy ilyet fogtok betenni oda, nem egy fekete lapot, hanem hárman fognak ülni a fülkében, és ő lesz az első. Én ezt így gondolom, és ezt most félre is teszem a feketét, éppen ezért boldogabb időkre. Úgyhogy ennyi a mostani trükköcske. Na most! Jó, most ki fog jönni az, amikor elő kell vennünk ezt a fülkét, egy ilyet. Már lassan alig férek az asztalon. Egy ilyet kell elővennünk. Elő kell vennünk egy ilyen fajtát. Elő kell vennünk mellé még egy ilyen fajtát is. Jó. És elő kell venni még egy és kettő fajta üveget. Hát jó. Tehát ezek így néznek ki, ilyen ívesek, és egyszer-kettes alapúak, és ilyenek, és ebből kettő kell. Igen, amikor ez megvan, elő kell venni még egy fekete 2x3-as laposat. Így van, és elő kell venni még egy... Aha, jó, hát... Egy világosabbik zöld. Ből egy ilyet. Jó. Na, akkor kezdjük a hátsó fülke megépítésével, jó? Azt mondja, hogy kiszámolunk innen, ugye van itt nekünk egy ilyen valami, amire rátehetjük most már a pilóta fülkét, így, itt ezt a pilóta fülkét ide bele tudjátok így tenni, így. És igazából rá lehet pattintani a helyére. Hogyha ügyesek vagyunk, akkor tökéletesen a helyére fog pattanni. Így, nagyon jó. És utána fog az következni, hogy van egy zöld, kimarad itt négy valami, és a négy kimaradó után le kell tennünk egy ilyen 2x3-as feketét ide, és elé tenni egy üveget, így, mögé tenni egy ilyen íves üveget, így, és egy ilyen világos zöldet pedig rögtön a háta mögé kell, hogy tegyünk. Ha tudjuk, de tudjuk, majd csak erőteljesen meg kell próbálni beletenni. Nagyon jó. Megvagyunk. Okés. Amikor ezzel megvagytok, fogjátok ezt a bütykös 2x3-ast, ezt a kettő közé beszúrjátok. És a tetejére föl kell tenni a simát, meg ilyen sima, és hogy mi is ez, tulajdonképpen ez a hátsó lövésznek a helye. Tehát innen tudsz lőni fölfelé, amikor fölülről megtámad egy vadászgép, akkor te innen fölfelé hátra lősz,
és próbálod leszedni a vadászgépet a popsidról. Jó. Nagyon. Szuper. Okés. Na most. Következő képhez kell nekünk. Mi ez itt? E4. KE4. Ez most jó érdek. Beesett egy ilyen, hogy KE4 ide. Figyelom, hogy ez. Na mindegy. De félteszünk. Jó. Tehát kell nekünk egy 2x2-es lap. Kell nekünk egy 2x4-es lap. Jó. Kell nekünk egy sötét zöld. Ilyen. És kell nekünk 2 darab pilóta fülketető. Kell egy ilyen. Meg kell egy ilyen. Jó? Oké. Na most. Következőt kell tennünk. Meg kell fognunk a 2x2-est, azt ide kell betennetek. Így. És a sötét zöldből ezt a ilyen fajtát, ezt ide maradék helyre kell bepattintani. Megmondom miért, ott lesz a rádió antennának a tartója. Jó, amikor ezzel megvagytok, megfogjátok a 2x4-est, és a felső lövész elé, fülké elé be lehet tenni a, ezt a valamit. És hát lassan testre tölt a repülőgép, mi jó. Most jön az, hogy gyakorlatilag Gusztit beborítjuk, akit az előbb föltettünk. Tehát ezzel a kisebbik fülkével ide ráteszitek és rápattintjátok. Hát ő már bekerült a buborékjába, oké. Most jönne az, hogy ezt föl kéne tenni. De én beszeretném tenni a két pilótát, én ezt nem teszem még föl, tehát ez ide kerülne föl, de akkor nem lenne a gépben pilóta. Tehát lehetne pilóta nélkül építeni ezt a gépet, úgyhogy nincs benne egyáltalán pilóta, de én bele szeretném tenni őket, úgyhogy ezt én most nem teszem föl, hanem visszarakom, de ezt most lehetne föltenni akkor, hogyha a gép pilóta nélküli gépként épül meg. Tehát ide nem raktatok volna be azt a fejet, itt egy fekete akármi lenne, és itt sem lenne senki, csak egy kopasz gép lenne valahol egy modellként, de nekem a gép az pilótával együtt jó. Oké. Na szóval, ennyi volt ez, és most jön az, hogy eljött az a boldogságos pillanat, hogy a hatos zacskót kéne, hogy előbányásszam. A hatos zacskó előbányászását pedig én úgy gondolom, hogy nem fogom megtenni, mert a hatos zacskót a következő részben mondjuk föl, mivel egy perc van vissza, mint ezt meg is fogom mutatni nektek. Egy fél pillanat. Ennyi van hátra. A műsoridőből én most ezt mégsem megállítom, és elköszönök tőletek. Tehát elég sokat fejlődtünk, a gépünk ennyire kész van. A következő részben a szárnyak megépítése következik, még 2 zacskónk van, egy 6-os és 7-es zacskó, tehát legalább én egy 5. és egy 6. részt tervezek, úgyhogy itt tartunk most. Én köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett, egy lájkot dobjatok az adásra, és gyertek el legközelebb is, további pülahenkel. Én ennyi voltam mára, sziasztok!